jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archívum. Nagy nehezen végig szenvedtem a második részt, ami ugye a Hexen Beyond Heretic 95-ből. Számomra ez a játék nem annyira hű, de jó volt, mint elődje, de lássuk, hogy miért. A folytatást ugye 95-ben készítették a hollók, és a név a német Hexen szóból, a boszorkányból ered, de ige verzióban annyit tesz, hogy varázsolni. Aztán Romero akart egy harmadik részt készíteni, mint társfejlesztő, Hecatomb néven, de a hollók már lestipistopiszták a harmadik helyet a Hexen 2-nek, ami a hüllőlovasok záró etapja. Itt ugye a második hüllőlovas volt a főgenya Corax, akit egy másik dimenzióban, Kronoszban találtunk meg, mi Corvus Desperate gyepálta, addig három delinkvens ezt Corax-szal csinálta. A sztori szerint, amit FMV átvezetőben kapunk, Corax Desperate halála után megcélozta Kronoszt, a Hexen világát, így az ottani populáció három rendfenntartó vezére, Zedek a légióharcosa, Traductus a nagy templom főpapja, és Menelkir, a titkos mágiaiskola legfelsőbb varázslója, megpróbálták megállítani Corexot és elpusztítani a káoszférát, de mind elbuktak és Corax megszállta a triót. Egyébként a káoszféra azt az energiát tartalmazza, amivel a hüllőlovasok elkezdték az egész mizériát. Mindenkinek van egy sajátja, de sajna Desperil szférája ismeretlen a továbbiakban és egyszer sem térnek ki rá. Aztán megjelenik a játszható trió, Barutus a harcos, Párias a paplovag és Dedolon a mágus, hogy együttes erővel megmentsék Kronoszt és elpusztítsák Corexot. A játékban van 5 világ és még 3-mal bővül a Death Knights of Dark Citadel kiegészítővel együtt. A játék első nagy változtatása, hogy nem Doom klónszerűen van egy epizód és lineárisan haladunk pályáról pályára, hanem van egy hub, azaz egy pályaközpont, ahol teleportokkal különböző kis pályákra kerülünk és logikai puzzle-ökkel kapcsolókat kell nyomogatni, amikkel egy még el nem ért területet feloldunk, illetve a fő pályán minden kapcsolót aktiváltunk, akkor mehetünk a következő pályára. Az első világ a 7 portál világa, ahol az elemekkel kell felvennünk a pacskert, 2 jég, 2 tűz és 2 acél ellen, aztán kapcsolókkal a végső portált kinyitni. A második egy sötét erdő, bányaszerű pusztával és mocsaras erdővel karöltve, 6 kapcsoló után első bossnak egy Wyvern-nel, azaz karok nélküli sárkánnyal fogunk találkozni. A harmadik a fő eretnek szemináriuma. Egy falon lévő pecsétnek a lyukaiba kell helyezni pár ékkövet, amivel a farkas, a griffmadár és a sárkány világában összetalálkozunk a fő eretnekkel, Corax legfőbb jobb kezével. Ha nem tudnátok, ez a fekete lila csukjás paradicsom főzelék ugyanaz a személy volt, aki a heretik befejezésében figyelte Corvust, amikor megölte Desperilt és leadta a drótot a bátyúsnak, hogy meghalt az öcsi. A negyedik a gyász kastélya, ahol szintúgy a legvégén ugyanaz a fő eretnek lesz a boss. Egyébként ez volt az a pálya, amitől nálam elszakadt a pohár. Miszerint a legeslegvégén csak akkor tudok harcolni a fő eretnek ellen, hogyha nem egyből iktatom ki a három káosz hüllőt, hanem meg kell várnom, amíg a három káosz hüllő lejön a trónról, és két oldal kinyíli két fal, ahol a fekete mágusok kijönnek, csak akkor tudok haladni előre. Mert különben ott ragadok egy életre. És erre a játék nem készít fel téged. Az utolsó világ pedig Necropolis, ahol először a három megszállt frakcióvezetőket kell kiiktatni, aztán mindegyiküktől elvenni a kulcsot, amik a szuperfegyverek miniatűrben. A három kulccsal eljutunk a központba és jön a végső leszámolás Corax-szal. A győzelem után megragadná a szférát a hős, de az átviszi a hősünket a holtak világára, és itt veszi fel a fonalat a Death Knights of the Dark Citadel kiegészítő, miszerint onnan kiverekedve újra feljut a szférához, és be is gyűjti magának az erekét, onnantól kezdve nem tudni mi van vele, de elvileg szerintem ő lesz a következő főgenya, amivel az utolsó mondat azt állítja, hogy más játékosok is próbálkoznak eljutni idáig. Mindegy. Ez volt a Hexen. Először is, mint mondottam, inkább open world-ösebbnek érződik a játék, mint sem lineárisnak, és a készítők szabad kezet adtak a játékosnak, hogy egymaga fedezze fel Kronosz világát. Na ja, csak az a baj, hogy túlságosan is szabad, ugyanis
A kapcsolók miatt egy kis kapcsolópokol PTSD-m lett, aztán a játék nem részletezi neked, hogy konkrétan mit kell csinálnod, illetve nem jegyezte meg, hogy most hány kapcsolót csináltál meg, hanem egy kattintás után azt mondja, hogy most aktiváltál egy kapcsolót az X-ből a központban. És a vicc, hogy minden egyes kapcsolónál. Nem az, hogy második kapcsoló, harmadik, hanem egy az X-ből. És akkor neked kell megjegyezned, hogy a központi pályánál elindulsz az A pályára, hogy eljutsz valameddig, utána átenged a B pályára, ahol tudnál haladni, de kötelez arra, hogy menj a C-re, aztán vissza A-ra, és utána mondja, hogy hoppa D-re, de ha kihagytál valamit, ami kell az E részre, akkor vissza kell menned, és kiderül, hogy a B-n volt, de közben eljutsz az E-re, és kiderül, hogy nem enged tovább, ugyanis a központban kellett volna valamit csinálni, amivel még jobban haladhatsz az E-nél, és aztán... Ez káosz mesterfokon. És ezt négyszer meg kellett ismételnem. Hiába változatos pályák, ez káosz. Aztán, hogy jókat is mondjak, beszéljünk a karakterekről. Van három választható kaszt, különböző attribútumokkal és fegyverekkel, annyi a közös bennük, hogy van egy kezdőfegyverük, aztán egy kék manát és egy zöld manát fogyasztó fegyver, illetve egy negyedik szuperfegyver, amit a világok alatt kell három darabban összerakni, és mind a két manát felhasználja. Baratus a harcos, lomha, de a legerősebb. Kezdője a szöges boxere, aztán másodiknak a varázsbalta, ami hibrid, mivel ha elfogy a kék mana, akkor félsebzése lesz, viszont lehet cserélni a boxer és a balta közt. Harmadiknak a megváltás kalapácsa, amivel közelről csak ütögetünk, de eldobva felrobban. Ez kb. Mint egy felturbózott Mjölnir, csak nem jön vissza. Szuperként ott a Quietus, azaz latinul a halál, egy varázskard, amivel zöld gömböket lehet hajítani. Dedolon a mágus a leggyengébb, kevés HP-val, de a legtöbb manát használja fel. Ő a két karakteren kívül a kakukk tojás, mivel kezdőnek ott a Zafir botja, amivel tud lőni. Igen. Valaki szemfüles volt, akkor láthatta, hogy a Brutál Heretikben Corvus tündebotja, igazából Daedolon Zafir botja sárga színben pompázva. Ja, és ezt simán toltam GZ-dumon, mert a Brutál az cseszett nehéz volt, még könnyű fokozaton is. Másodiként ott a fagyvarázslat, ahol shotgun-szerűen szór fagytöviseket és lefagyasztja az ellenfelet. Harmadiknak ott a halál villámhárítója, amivel zivatart okozhatunk az ellenfejére, és addig rázza, míg ki nem fekszik. Végül szupernek a Bloodscorch, azaz a vércsapás, ami három vérlabdát dobál, és egyben hőkövetőek. Páriász, a paplovag, pedig a balanszolt karakter. Kezdője a bűnbánat buzogánya, másodiknak kígyóbolt, ami szintúgy hibrid, mivel lehet vele lőni, és közel harcban, ha szúrsz, akkor még HP-t is csapol. Harmadiknak tűzvihar, ami hatásos, de piszok lassú, mivel csak egy vihar lehet a képen, és szupernek a lidércpot, ami azért érdekes, mivel egy lövéssel lidérceket tudsz létrehozni, és gyaláz az ellent, viszont ha túl sokat lőttünk, és nincs ellenfél, akkor a lidércek minket támadnak meg. Aztán tárgyaknál itt lépett be először a Fletchit névre hallgató bombalöty, amit megállás nélkül használtam ugye a Heretic Brutal verziójában, mint gránátként. Minden karakternél máshogy működik. Baratusnál Impact gránátként működik, Páriásznál lerakja és mérges felhő jön ki belőle, ami mindenkit mérgez, Dedolonnál pedig a levegőben aknaként működik, és egy másodperc delay után felrobban. A felszerelésünk is bővült új cuccokkal, egy-két régi is visszatér, mint a sötétséget felvilágosító fákja, a kvarc flaska és az urna e-csomagokként, a káosz teleportáló és újdonsága a büntető, amivel egy vörös labdával elteleportálhatjuk az ellent is, aztán halhatatlanság gyűrű helyett ikon van, de újdonság például az eltolás lemeze, amivel Jedi erőlökést lehet alkalmazni, és nagyon vicces az ellenfél instakilles verembedobása. Újdonság még a csizmák, amivel gyorsabban lehet futni, de hát én nem használtam, mert a GZ Doomban, ha bekapcsoltad a végtelen futást, akkor semmi értelme nincs a tárgynak. Aztán a legdurvább, a szolgaidézés. Egy cuki Maulotaurus figura formájában. Igen, lehet saját Maulotaurusunk és segít a harcban, például nagy sikerem volt Korax ellen kétszer bevetni. Minden esetre nem volt rossz a Hexen, de nálam a kapcsolópoklos, egyedülhagyásos mizériájával nem lett nálam jó. Egy, szimpla, közepes.